Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az egybegyűlteket, az Isaszegen született Ruszti József Kossuth Díjas színházi rendező domborművének és emléktáblájának ünnepélyes avatása. Csöndes dal. Vörös Sándor szövegét Csiki Boldi Zsár zenésítette meg, melyet a Gaudium Carminis kamarakórus előadásában hallottunk, Surman Mária karvezetésével. Köszönjük szépen a Gaudium Carminis kamarakórus előadását. Talán nem is gondolnánk, hogy mekkora munka van abban, hogy egy ilyen mű eljuthasson ennek az iskolának a falára. És nem a dombormű elkészítésére és elkészülésére gondolunk ilyenkor, hanem arra a bürokratikus útvesztőre, engedélyeztetésre, aminek végén egy ilyen átadás megtörténhet. És éppen ezért dr. Eforos Sára az alkotó szeretne egy apró ajándékkal kedveskedni annak, aki ezt létrehozhatta, aki pedig nem más, mint Fuferenda Lászlóné Klárika. Kérem, hogy fáradjon ide. Köszönöm. Nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy rám esett a választás a Klárikának, hogy én hozzam létre ezt a munkát, és másrészt pedig, hogy Ruszti Józsefnek végre elsőként is a Szegen emléket állíthatunk ezzel. Úgyhogy nagyon hálásan köszönöm, és ezzel a portréval szeretném köszönni. Nagyon szépen köszönöm, és most már azt hiszem, hogy a művészek sorra kerültek, de lesz még, amit helyre kell hoznunk, mert sokan vannak még Isaszeg szülöttei, akikről még emléket sem. Se utca nincs elnevezve, se semmilyen épület. Tehát illene példát mutatunk az ifjúságra, hogy vannak köztünk olyan emberek, az akkori poros kisfaluban nőttek fel, és ebbe az iskolába jártak, és bizony-bizony nagyon-nagyon híresek lettek, és megbecsültek. Nekünk is ezt kell tennünk. Meg kell őket becsülni, tisztelni. Köszönöm szépen! Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy körünkben üdvözölhetjük Gárfi László Kossuth díjas, és meg annyi más díjat nyert színművészünket. Ő sokat dolgozott együtt a rendezővel, kivételes alkotói kapcsolatuk volt, ezért elfogadta felkérésünket a mű átadására, ami elsőként állít emléket településünkön Ruszti Józsefnek. Tisztelettel felkérem, hogy ossza meg velünk gondolat. Nagyon megható ez az első lépés, hogy Ruszti József végre hazatalált. A személyes gondolataimat majd a bevezető után mondanának. Először Nárnai István könyvéből több könyvet írt Ruszti József munkásságáról, egyetemi tanár, író, de könyvekről is majd később beszélek, de először az indulásról, tehát a könyv elejéről, a Ruszti József pályakezdéséről szeretnék felolvasni két oldalt. Ruszti József világlátását, művészi alakulását alapvetően meghatározták a gyermeki és ifjúkorú élményei. 1937-ben Isaszegen született, egy olyan családból, amelyből azt szokták mondani, hogy jobb napokat is megélt. Apja borbé volt, ami a faluban bizonyos rangot jelentett ugyan, de valójában sem a település vezető rétegéhez, sem a köznéphez nem tartozott. Ez csak két oldal, de Ruszti József élete olyan gazdag, hogy itt több előadáson keresztül sem tudnánk elmondani, vagy tanításon kívül a rendezésen,
a színház alapításokon, legalább 4-5 színházat alapított. Kiváló pedagógus volt. Hozzá a nevéhez fűződik az Univerzitás Együttes, amelyet legendás korszakában Latinamis Zoltántól kezdve, nem Sáros László keresztül a RUSZ vezette független színpad, nem, Univerzitás Együttes, azóta neve, később lett a független színpad, és az ő nevéhez fűződik, ahol minden színházi kísérletekkel külföldre mentek, mindenféle színházi kísérletekkel próbálkoztak. A másik, amit feltétlenül el szeretnék mondani, hogy a Mártival mi rengeteget játszottunk együtt, az utolsó 35 évben rengeteget dolgoztunk együtt, és Jóska sokszor mondta, amikor abba hagyta a hivatalosan a rendezést, hogy nagyon sokat gondolkodik azon, hogy is a Szegen egy házat vesz, és akkor ide vonul vissza, és itt fog írni. Ezt többször mondta nekem. Mi nagyon jó voltunk. És aztán Zala Szentgrót lett belőle, mert egy nagyon fontos munkatársa ott építkezett, és akkor gondolta, akkor mégiscsak, hogy ne legyen egyedül, és egy család mellett mégis nem lesz olyan magányos. Leköltözött Zala Szentgrótra, utána átment Zalaegerszegre, mert a Hevesi Színház, amelyet ő alapított, Hevesi Sándor is Zalaegerszegen született, a színház, és hát ő ott akart lenni a színház közelébe, színházi emberekkel találkozni, és hát mégis az ő színháza. A színház előtti teret Ruszt József térnek nevezték el, szobra is van, Kecskeméten van egy kamaraszínház, a Ruszt József kamaraszínház, csak azért mondom, hogy igyekezzenek. és hogy többször mondta is a Szeged, de erősebb volt a színház utáni vágya, és ezért maradt Zalaegerszegen. De hogy a gondolataiban benne volt, és azért remélem, hogy ez a domborművet, amit kaptunk a művésznőtől, és ami nagyon szép, mert már bekukucskáltam, hogy azért remélem, hogy Ruszt József hazajáró szelleme végre megvégasztalódjék. Hogy akkor azért tegyünk is valamit, mi megtesszük, önökön a sor. És köszönöm szépen ezt a Klára asszonynak. Itt vagyok. Itt van. Klára asszonynak és Orosz Sára kerámikus művésznek. Én nagyon boldog vagyok, és nagy megtiszteltetés. Ennyit így zavarosan, jó, de hát ezt majd egy pohárból ne lehet sokkal jobban. Lelepozni, hát azért jöttünk, igen. Ruszt József szlovák származású volt. Műsorunkba így illeszkedik az idén 50. születésnapját ünneplő isaszegi asszony kórus népdalcsokra. Fogadják őket nagy szeretettel. Harangoznak, harangoznak, ugyan kinek harangoznak, Tihonkati halálára, Brenyó János bánatára. Ha János meghallotta, kezét, lábát összezúzta, nincsen Kati babám, nincsen, mert elvette a jó Isten. Nincsen Kati babám, nincsen, mert elvette a jó Isten. Szára lásza moja mágy, gyere búgyem szvadbú mágy, is a szexkom cintorínye, tami búgye bandarágy. Is a szexkom cintorínye, tami búgye bandarágy. Tárobászká motika, tomi búgye druzsica, a tempámbok najmilejsi, Tomi búgye szalejsi. A tempámbok
Tomi Bugye Sztálesi. A rendező gyerekkorára, most ekkori osztálytársa, Balatoni István emlékezik. Ebben készültem erre. Az első négy osztályt jártuk együtt, én utána Gödöllőre kerültem, szóval tanultam. Ez igen szorgalmas tanuló volt, tehát, és mindig segítőkész volt. Az osztálytársainak, tehát a pattársainak mindig segített, hogyha valamit akármit kérdeztek tőle, nagyon aktív és tudatosan segítette a másikat. Egy jó indulatú osztálytárs volt. Nem tudok mondani mást. Most műsorunk zárásaként Szborák Katalin, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas népdalénekes előadó művészt hallgathatjuk. Áldott legyen mit a sors áll, s legyünk mi is, mint a csillag. Fényekkel és belső hittel, emberségtől izzó tűzzel. Szerelemmel, boldogsággal, hazugságtól mentes vágyjal. Hosszú úttal, barátokkal, emelt fővel, stárt karokkal. Áldott legyen minden lélek, s éljük meg a mindenséget. Aras rózsám, aras, megadom agarast. Haj, meg nem adom, megadja gálambom. Usme szána zsali, zsipka zöle ne ho. Eske szmenye pili, vinka cservene ho. Estéli csillagok, szépen ragyogjatok, az én galambomnak jó estét mondjatok. Jó estét, de nem mindenkinek, csak annak az egynek, az én szeretőmnek. Nagyon köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték ezt az átadó ünnepséget. Mindenkinek további szép délután kívánok. Viszontlátásra!